Jó estét kívánok, legnagyobb örömömre a Rosenstein, szenzációs Rosenstein duó. És az, hogy duó, az igazából csak egy ideiglenes állapot, mert három lány és egy fiú van itt egy készülőben, hogy ez a szenzációs duóból, nem is tudom, kvártett legyen, mert az egy biztos lesz majd, aki más csinál, vagy kettő. Szóval nagyon örülök, hogy eljöttek a Rosenstein urak. A Flodnival találkoztak már, amikor bejöttek. Egy váratlan mozdulattal megkérdezem, nem tudom, önök között van-e Gundel díjas, mint Rosenstein Tibor? Igen, köszönöm. Szóval, hogy most hallottam 3 perccel ezelőtt a Gundel díjastól, hogy hámántáska. Készül egy hámántáska valamire. Tudják, mi az a hámántáska? Akkor majd most elmondja a fiatalabbik Rosenstein, Robi, hogy mi az a hámántáska, és hogy mit mondott nekem ott bent az öltözőbe, mit mutatott. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljöttek minket meghallgatni. Szóval a hámántáska az egy purimi, ez a zsidó húsvéti sütemény. Farsang, igen, egy kis sütemény, 3 szögletű kis finomság, általában lekvárral van töltve, de mi ezt most megmodernizáljuk, és a feleségem egy könyvet fog ebből készíteni, ami most is éppen folyik. Nagyon izgalmas, a húsostól, a vegánig, a céklástól, a mákosig, szóval nagyon egy izgalmas. Egy sütikönyv. Ez egy kis sütikönyv, igen. Igazából egy receptkönyv, ez egy ilyen kopogtató lesz egy komolyabb sütis könyvhöz, a pitéhez, ami... Bele kell beszélni, ebben, sajnos. Jó, nem mellé nincs beszélni, ugye? Nem lehet mellé nem beszélni. Nincs mellé beszélni, okay. Sobi. Szóval ő nagy modern sütik, meg tradicionális. Így van, hogy találkozása. Mint amilyen a Rosenstein. Nagy erők készülnek sütis könyvvel most. Tud róla, hogy a Nárai Tamás is éppen fotóztatja a sütijét. Tényleg? De jó. Na, majd összesütizünk. Igen. Hát majd össze lehet hasonlítani, hogy kinek milyen a süteménye. Elképesztően sok mindent tudok én a Rosenstein familiáról, azért, mert már ez a többedik nekifutásom nekem. És igazából nem vagyok benne biztos, hogy mi az, amit önök tudnak, és mi az, amit nem tudnak. Egy icipicit kénytelen vagyok visszamenni csak azoknak a kedvére, akik véletlenül nem tudják, hogy honnan tud maga főzni, Tibor. Hú, én nem tudom, a nagymamáktól először. És nagyon úgy elmondani? Foglaljam össze egy mondatba, és ugorjuk? Nem tudom. Egy-két jó estét kívánok én is, és köszönöm én is, hogy eljöttek, hogy kíváncsiak ránk. És tényleg az első szereplésünk, azért már többedik negyedik, ötödik, nem tudom. És azok, akik rendszeresen családdal hozzánk jártak vacsorázgatni bizonyos eseményekre, így van, és ott is valószínűleg követte a ételeink íze után, hogy jól főzünk-e vagy sem. Én azt hiszem, hogy a nagyikon keresztül, és mindig éhes gyerek volt, egy kis cingárkölyök volt, ez nem látszik rajtam most már. De látszik a gyereken, kicsit éltesen vagyok, hogy én állandóan ettem volna, míg én megettem a fedőket, a lábos fazekakon, amelyek főztek, mindig kicsentem belőle valamit, ők meg mindig nagyon rendesen adtak nekem enni, és akkor segítettem nekik főzni, és akkor beleszerettem ebbe az egészbe. És akkor oda kerültünk, hogy kétféle konyhát vittek, ugye? Az egyik nagy az kósert vitt teljesen, a másik nagy az meg világi konyhát. Ez talán a ő beállítottságuk, az egyik nagy az kis szatócsüzetük volt, és teljesen ortodox módon élt, tehát csak kóser volt nála, a másik nagy az meg ilyen világi konyhát vitt, és az ő szavajárása volt, hogy minden kóser a jó fiam. És akkor ugye ez a mi szakácskönyvünkön is ott szerepel, ő mindent főzött, mindent össze. Igazából a két nagyi csak a gyerekek miatt beszélgetett egymással, egy házba laktunk, és különben a két nem lakás nagyon... egyes szem, egymással szembe. Nem és nagyon bírták egymást különben? Hát a vallásos soha nem próbál szoros kapcsolatot tenni nem vallásossal, úgyhogy hogy ő betartott a vallás. A gyerekek miatt volt kommunikáció, ezek kívül nem volt semmi probléma, és mi hol itt tettünk, hol ott tettünk, tehát minden benne maradt, tehát jó volt a őszintén a kóser kaja jó? Jó volt, nagyon jó volt. Jó ízű, de minden kóser, ami jó, még kihangsúlyozom. De az is jó volt. Jó volt, és azért volt jó, mert tényleg, mert nagyon jól főzött. Jól főzött mind a két nagyi, és
És annyira, hogy például én Kőbányán nőttem föl, és a kispesti piacra mentünk vásárolgatni, mert ez közel volt hozzánk. De ez még olyan nagyon régen volt, hogy amikor a 51-es busszal átmentünk, és Kőbánya Kispestni volt egy sorompó, és akkor, amikor jöttünk vissza, akkor még fináncok voltak. Ott a sorompónál volt egy fináncállomás, és jöttek, és megnézték, hogy mit hozunk. Tényleg. Budapest. Igen, hát ez a 50-es évek, akkor még nem is tudom, hányba csatolták. Ja, hogy nem volt-e valami disznóság, fekete vágásból. Igen, és megvámolták, ha valami, valaki olyan tudott, vagy ellenőrizték, micsoda. Régen, már ilyen öreg vagyok. És hoztuk, a mama megvette a tyúkot, meg szépen kóser vágás, Cserkesz utcában volt a zsinagóga, ott a kántor volt a sakter, és akkor szépen betett ennek egy szatyorba, és elsétáltam a Gyömrő úton végig. Gyalog a haverjám ott a Schuller írószergyának a fa hasábjai között játszottak a Grundon, én meg mentem, ott kockodácsolt a csirke, elsétálgattam szépen, cserkeztek, levágta, nagyon rendes volt, a Sachtel Lövingernek hívták, nagyon rendes volt, mert sose vágott réfli, tudta, hogy szegények vagyunk, tehát a mama, két mama nevel minket, két árva gyereket, és... Az mit jelent, hogy nem vágott réfli? Hát, hogy a réfli, amikor vagy valami bajon az állatnak, vagy rosszul vágta el a nyakát, nem úgy vérzett ki, ahogy kellett volna. Gyere, van egy és ilyen... akkor ott kellett volna hagyni? Vagy hát akkor igen, akkor tréfli, akkor nem ettük volna meg, de hát nekünk sose volt tréfli, úgyhogy rettetes rendes volt, felkészült ránk rendesen. Úgyhogy, ja, szeretett minket biztos, meg ismert a körülményeket, hogy mi hogy is maradtunk a mamánál, és a két mamánál. Úgyhogy így aztán én mind a két konyhából kaptam, és ez ma a Rosensteinbe érződik. Ugye a kóser ízek is ott maradtak, ugye ez egy kicsit édes savanyú, egy kicsit fokhagymás, egy kicsit másabb, és ott maradtak a mamának, a másik mamának, a anyámnak az anyukája volt a minden kóser, ami jó, és a apámnak volt a szigorú. Igen, ugye az egyik volt a Fáni, csak úgy hívom őket mindig, hogy Fáni volt a kóser, és a Tetsza volt, az a lengyel származás, és nem is terész Tetsza nevet használ, a Tetsza volt, aki mindent főzött. Úgyhogy én így nőttem föl, és ez maradt belőlem, így kerültem a konyhába. Azért egy szóval elmondom, hogy oda került a sor, hogy kiből mi lesz a nővérem, van egy nővérem, Zsuzsa, aki most kinnél Izraelbe, és a Zsuzsa a tanuljon tovább a lány, ugye azt úgy gondolták, a fiú meg, hogy ennyire szerettem ott főzögetni. Mennyi szakácsnak fél, mindig lesz mit enned az életbe, és aztán így ajánlották, és így kerültem a konyhára. Így lettem szakács. De hát kedve is volt ezek szerint hozzá, mert hogyne, hát, azt, amit tudunk, azt látjuk, hogy ez kedv nélkül nem lehet olyan hát csinálni. Nem, igazából ebbe bele kellett szeretni. Én most már ilyen idős koromra, most már 77 leszek, nem sokára, így, és még mindig aktívan dolgozgatok, amire tudok a konyhába, és meg mindenhol az üzletbe. Szegény Robi, soha nem fogja hát elég baj neki, ez néha elég, ja, így. De így magamban nézek, hogy az embernek már idős korában be kell nézni magába, és akkor hogy is van ez, hogy én még mindig ugyanolyan lelkesedésre, szerencsémre tudom csinálni, és szoktam mondani bennek a tükörben reggel, ott egy öreg űrge, mert a csomagolás gyűrődik, ahogy mondtam. És az a lényeg, hogy ez mi van elég az jó duma, ez idővel. A igen, hát az ember belül mi marad az emberben. Ezt használni fogom én mi marad az emberben, és akkor én úgy érzem, amikor ott vagyok, és bennünk a konyhába, hogy benne még mindig ott ül a kis Rozi, úgy hívtak Rosenstein mindenhol. A Rozi voltam, a kis Rozi ott ül egy sámlin, és nézi nagy tágult szemekkel lelkesen ezt a szakmát, ezt a büdös konyhát, ahol halálra dolgozom magam meg. A kis Rozi ott ül és nézi a nagy Rozit és csodálja. És még mindig nézem, hogy ezt még mindig... De büszke arra, amit létrehozott, nem? Igen. Na, akartam. Hát akkor jó. Akkor ide egy fillér nélkül értem, még mindjárt. Ezt elmondom. Jó. A fillér nélkül... Jó, engem nem szabad megkérdezni, hogy beszéljek. Szegény gyereket akartam. Lőjön le gyorsan. Szóval nem, hanem én nem, mert én nekem volt egy ambíció, hogy én azt akartam, hogy valaki legyek. Mert a mama úgy álltunk anyagi minden szempontból, hogy adott 2 forintot, hogy menjek moziba, amíg a másik srác 20 forintot kapott az apjától, vagy az anyjától, és a 2 forintot a kasülőre volt jó
mozijegyre, ez már később volt jó, amikor csajjal mentem, és az utolsó sorad nagyon előnyös volt nekünk, de az a helyzet, hogy, és akkor mindig azt akartam, hogy majd én megmutatom, hogy igenis, majd valami lesz belőle, mert hát Isten úgy néz ki, sikerült. Nem beszélek ma már többet, csak ennyi volt. Érzed? Belemerültem a mikrofonba. Valaha érzed ilyet, Robikám, hogy valami majd lesz belőlem? Hát nem is tudom igazából, nem ez hajtott, meg mai napig nem ez hajt, hanem igazából apu tisztelete, hogy kiérdemeljem, szóval hozzá kell tenni, hogy apu olyan, hogy dicsérjen olyan, mondjuk nem is tudom, 20 pár éves koromban egyszer talán, hogy hallottam, hogy dicsért. Szóval hát, igen, azt is csak véletlenül elkaptam. Van, azért most már teljesen. Persze, de hogy nem, ő nem úgy nevel, hogy... Nekünk már dicsérte, amikor nem volt jelen. Jó, az egy, igen, de mindig apunak az elismerése az hajtott. Most pedig igazából csak az hajt előre, hogy bizonyítsak magamnak. Ez egy saját nagy... magának? Igen. Tehát már eljutott oda, hogy nem a papának akar bizonyítani? Hát ez egyben vagy van az ugyanaz? Az ugyanaz, lehet átalakult ez az érzés. Szóval... Tud kóserül főzni? Nem. De igazából tudunk. Pénz kérdés, hogy megveszünk. Nem, okay. Vicceltem. Gyere. Mindent tudunk. Nem bonyolult ez igazából, szóval nincs semmilyen ilyen varázslat a kóser főzés között, vagy a kóser termékek között, szóval volt már úgy, hogy főztünk kósert például a Frölich Rabbinak az esküvőjére. Készültünk meg a Deutsch Robinak. A Deutsch Robi, igen, születésnapjának. Igen, a Petinek a bármiszójára. Igen. Jó, csak kíváncsi voltam, hogy azt is megtanulta. Igazából főként az a gond, hogy nagyon korlátozva van a dolog, mert hát nincs alapanyag. Illetve arra nagyon vigyázni kell a főzésre is egyébként. Jó, én abban a tévhitben voltam, hogy egyébként a kóser kaja az nem arról híres, hogy az jó. És akkor még úgy finoman fejeztem hát ki. Hát talán magam. Azért, mert kevés az alapanyag. Hogy nem változatos, meg nem izgalmas. Igen, meg... igen. Na jó, mindegy. Hát ez most már, ezeket most van így, mert vannak törvények, amit előír a kóser konyha. Itt a vágóalaton mit lehet tenni, mit nem lehet tenni. Hogy mivel lehet kombinálni? Mit hogyan lehet? A tej, meg a hús szétválasztása, a állatok a levágása, a vértelenítés, nem lehet csúszómászokat, utálatosakat, itt rákok és egyebek, tengeri herkentyüket nem lehet tenni. Tehát van. A másik, ami... És halat se, vagy ezt lehet? Halat lehet, ugye? Pikelyes, has és hátúszóval ja, persze, ellátott hiszen attól lesz halat, a pénz, tehát pontyot az teljesen kóser. És ma már tükörpont is úgy néz ki, de azon van még egy kis pikkely, meg uszonyok vannak rajta. De a harcsa például nem kóser, azt nem szabad megenni kóser húsként. De tehát vannak szigorú előírások, a másik, ami még kell hozzá, hogy ha hivatalosan kóser, akkor van egy mezsia, egy ellenőr, aki leellenőrzi azt, hogy tényleg úgy főzik, ahogy előírja. És hogyha ilyen megrendelés van, akkor maguk kihívják az ellenőrt? Nem, mert mi nem főzünk kóset, mi ki elmentünk főzni, nem a mi konyhánkba, hanem a vicsőségnek ja, kellett, a konyhájába, Páva utcába, meg, akkor még ott volt a kóset. Konyha, az inkább ilyen közellátó, ilyen okay, szociális. Oké, nem ragadok én itt le, csak fogalmam. Nem, csak úgy mondom, és hát, ha más se tudja, aztán gondoltam, megkérdezni. És ott főztünk, de olyan, annyira sikerült, hogy az akkori főnöknő már hívtak minket is. Nem tudta biztosítani, mert lehet, hogy jobbat főztünk, mint ők, és halálra dicsértek minket, lehet, hogy nem esett neki jó, szegény, nagyon aranyos volt, de utána nem tudtak helyet biztosítani nekünk már, és akkor nem nagyon mentünk tovább. Felkérés az lett volna rengeteg. Most azt csináljuk, hogy jön egy kóser vendég, akkor elhozassuk valamelyik kóser konyháról. Tehát elhozzák. Telefonon lediktálják a receptet, aztán nem, meg van választék, és akkor a többi vendég, mondjuk van 20 vendég, és abból 2 kósert akar, mert ő ragaszkodik hozzá, akkor azt nem mi főzzük, de mi szolgáljuk fel. De az, annak is megvan a módja, egy kicsit bonyolult, de azt szokták. Amit én tapasztalok, és nem akarok senkit, bár tudom, nem jó a kóser étel, hogy amit mintálunk, az mindig el szokott maradni, fogni. A kóserben meg azért jön vissza a tányéron. De ők adják a tányért, mindent ők adnak, le van pecsételve. Tehát annyira szigorú,
Ugye nem ismerülök bele jobban, de ezek... De nagyon érdekes. Ez egy rendtartás, amit be kell, igen, fegyelmezetten meg kell tartani. Úgy érzik jól magukat, és sokkal jobbnak találják azt az ételt, amit én valószínűleg nem találnék jobbnak, vagy unalmasabbnak találnék, azért, mert megfelel a szabályoknak, és szabályt teljesíteni, az meg klassz dolog. Akkor, de azért, annak, azért, akinek ez fontos, ez oké. Okay. Azért vannak olyan, van rugalmas azért a vallási konyha is. Tud engedményt tenni, igen? Nem, mert el voltam a Dalsó rabbi barátommal, Ejláton el voltunk egyszer nyaralni, szenzációs ember volt, a Robinak ő csinálta bármi szóját, még a Hegedűsgyal utcában. Elmentünk, és Magyarországon, meg általában Európában, az összes országban, tehát nem tudnak maradéktól megfelelni a húsoknál, mondjuk a marhahúsnál, vagy a borjúsnál a bizonyos előírásoknak, és ezért csak az elejét lehet használni az állatnak, a hátulját nem. És akkor... Mi az, hogy az elején? Mert van egy ülő ideg valahol ottan a hátul, a comb környékén, tényleg? Amit nem tudnak úgy kiszedni az állatból, hogy megfelelő legyen. Vártól elégig lehet használni, igen, az állatot? Igen, megvan, hogy anyadik borráig lehet. Igen, és akkor ezért jó nincs bécsi szelet kóserkonyában, mert lapockából, meg oldalasból nem lehet csinálni. De ez egy előírás, ez, lásd minden. Négy lábúnál így van, de azt tudom, hogy amikor elmentünk Izraelbe, és elmentünk ott a Szauda konyha, és akkora nagy marhacomb szeleteket kaptam ott, és mondták, hogy Robit, valami árulás van. Azt mondja, nem, itt Izraelbe lehet. Mert itt meg tudják oldani. Na, ugye mit csináltak volna rengeteg átújjával, gondolom én. És ott tuti, ott minden tuti meg tudnak oldani, és még Amerikában tudják megoldani, az igen elég befolyásos gazdag népség. Sok kiskapu van a vallásban. Úgy látszik, hogy ebben is van. Legyen. Akkor rájöttem, hogy azért van. Na jó, hát ez a zsidó raffinéria úgy látszik. Na mindegy. De mennyit tanul az ember eljön? Csak úgy mondom, hogy ez, ha már itt tartunk enni a témánál, tehát elég rugalmasan kezelik ezt a dolgot. De például jöttük vissza a repülőn, és tudom, hogy a felszolgáltak szerviszt ugye a repülőn, és egy ilyen, ez a sur, ami úgy hívják, ez a ilyen bizonyos halakból kiprésett rák alakú rákot adnak, ami nem rákból van. Ja, ez volt az egyik. Igen, ilyen zúzalék. És akkor nézem, a Robi nem eszik. Robi, te nem eszed meg? Ő tudja, mi és az. Nem ő, a Rabbi Robi. Nem ja. Ő. Ja, Rabbi Robi. Rabbi Robi, a Dalsó Robi. És azt mondja, figyelj ide, úgy szól a rendelet, hogy aki szigorúan betartja a kosárt, hogy ami hasonlít rá, azt se szabad megenni. A rákot nem szabad, ez meg hasonlít. Na, mi akad ide a tiédet, és én megettem, mert én nem kosárul étkezek, úgyhogy nekem belefért. Nem. Mert azt hittem, hogy a Robi nem ette meg, nem, mert ő tudta, Robi, hogy az vacak. Nem, a Robi vacak nem. Préselt, nem ő Robi, hulladék. A Dalsó Robiról van szó, akivel voltunk ellát. A Robival nem voltunk Izraelbe ketten, ő külön volt, én is, de remélem, hogy unokákkal együtt egyszer csinálunk egy nagy kirándulást. Viszont szoktak gasztronómiai túrákat tenni ketten, ugye? Igen, igen. És akkor könnyű igen. A papával? Nyitott és mindent megeszik? Abszolút, igen. Vagy mégse. Ne, hát a legutóbbi utunkon Lyonba voltunk, és körbejártunk tradicionális helyeket, voltunk modern helyeken, nagyon izgalmas dolgokat kóstoltunk. Ilyenkor Michelinesbe mennek, Michelin csillagosba? Ott három csillagosba. Megkérdezzük, akik például jártasok abban a városban, abban a régióban, akkor megkérdezzük, hogy hova menjünk. Szóval nagyon jó helyekre, nagyon pici bisztróba, feltörekvő bisztrókba jártunk. El is csesztük a gyomrunkat az egyikbe, mert mit tettünk? Van olyan. Mi volt? Nem, pirított élesztő. Eszméletlen finom volt. Ja, igen, az volt oda téve. Igen, tehát a modern konyha azért néha csinál dolgokat. És nem volt rémes? Hát ittunk rá, szóval kicsit megdagadtunk tőle, igen. Szerintem. Ja, legfeljebb ez volt az egyik probléma. És akkor este mentünk a Bokusznak, aki az egyik legnagyobb egyénisége volt a szakácszakmának, tehát világszerte. És a három csillagos Michelin csillagos éttermébe. Három, mert most egyet elvettek. Most már elvettek egytől egyet, de az a lényeg, hogy ott azért nem tudtuk egy menüsor teljesen végenni, mert azért még egy kicsit pufik voltunk ettől a élesztős bulitól. Ja, persze, de jó volt. Igen, mert úgy osztjuk be ilyenkor, hogy kevés az idő, egy pár napot vagyunk kint, hogy minden percben szinte ennénk. Kóstolnánk, és fotózunk, és akkor... De nagy élmények ezek a helyekben, nagyon. És egyébként le tudják lopni, tehát, hogy
pusztán azon az alapon, hogy eszik valamit. Tudja analizálni, hogy nagyjából mit eszik, és hogyha akarja, ha nem, akkor megkérdezzük. És elmondja? Persze. Abszolút. Abszolút. Így egy csomó mindent beépítettem én is az ajánlatainkban. De például az egyik helyen egy nagyon kedves magyar fiú van, aki séfhelyettes volt, ő ki is jött hozzánk. Ő adta a Tamás, és adott nekünk, egy csomó. Ő adta, igen. Sörjelesztő volt. Sörjelesztő volt. Amitől másnap nem tudtak enni. De aznap este volt egy kicsit, de ez másnap nem volt semmi. Csak lekötőkkel megoldottuk, orvosoltuk a dolgot. És ez a kedves fiú, ez miért mutatta ezt, hogy ez nem, egy újdonság? Nem, ez volt egy különlegesség. Az étel nagyon jó, csak tettek le. Jó volt minden. És ezt nem vezették be otthon a Rosenstein konyhán? Én akartam nagyon, de aztán, mikor magamon teszteltem, akkor úgy gondoltam, hogy ezt még tolom egy picit. Hogy nem fognak a vendégek örülni? Egyébként igen, az egészséges felé megy el a konyha, nem? Tehát, hogy az hát élesztőről jutott eszembe, magamtól nem beszéltem volna erről, de hát az nem az a trend, hogy évről évre egyre több zöldség, egyre kellemesebb, vagy ezt nem az étterembe akarják? Hát van, az az igazság, hogy most már a Robi viszi a konyhát zömében, én besegítek nekik. Tehát a Robi azért nem nagyon hiszem el, hogy fogja, valami úgy menne, ahogy maga nem akarja. De én akarom. Már Robi nagyon tehetséges, pokoli tehetséges, és nagyon jól csinálja. Hála jó Istennek, és az ember ugye büszke lett rá, a fia. De hát sose gondoltam, hogy lesz belőle szakács is, tessék. Most ezt mondja. És ma már most viszi. Most viszi. Nem is volt rá erőszakolva egyébként, bármi lehetett volna. De az a lényeg, hogy nagyon jól csinál, és én próbálom, és vannak egészséges. Ugye most ma már vannak elvárások, hogy gluténmentes, lakózmentes, minden. És ugye a Flodinról jut eszembe, hogy volt egy ismert művészem, egy hölgytársaság nálunk, hogy mennyire ez az egészséges étkezés, és az egyik hölgy az minden glutén és lakószmenteskedt neki, és a pincérlányuk, a Zsófi, már teljesen ki volt bukva, hogy már nem tudta, jött mindenféle extra kívánságokkal. A másik ért, hogy az rendesen ebédelt, és akkor oda került a sor, hogy ők esznek két flódnit. És akkor kivittük a flódnit, és meglátta ez a hölgy, jaj, hát akkor én is eszek egyet. És ebbe megdőlt az egész egészséges étkezési sor. Glutén, laktóz, minden van a flódiba. És jó ízűen bevert, és akkor ugye itt jönnek a csalfa dolgaink az életünkben, hogy a vendégkívánság az nekünk szent. De ugye néha, és attól félek, hogy a szakma ugye lezserebben kezeli, mint ahogy kellene, mert pár ilyen esetre találkozik, akkor nem veszik komolyan, pedig komolyan kell venni. Mert tényleg, akiknek ilyen betegségük van, azokra nagyon kell vigyázni. És, persze, de hát és ezért, 3 óra múlva jön ki rajtuk, úgyhogy... És ez, de hát tud róla. Hát nekünk volt olyan évek kezdett is már, hogy... Volt bogyoró aki, allergia, azt például komolyan kell venni. Hogy ne beszéljek ennyit, jó, tessék rám szólni. Nem. És akkor, és van olyan, hogy olyan kislány tud, aki az anyukájával jött, és hozta a zsemlemorzsát, hogy ő gluténmentes, hogy ebbe rántsuk ki neki a húst, és akkor abba csináltuk. De ma már van mindig. Nekünk minden van a raktárban, és ha ilyen igények vannak, akkor ki tudjuk elégíteni. Jó, visszatérve az egészséges kajáról leszállnék, de azt azért szívesen megtudnám, hogy volt valaha valami mással kedve foglalkozni, mint az étteremmel? Vagy, tehát nem úgy gondoltam. Igazából hogy... apu annyira nem akarta, hogy vendéglátós legyek, hogy én már azért is azt akartam, hogy az legyek. Szóval nem tudom. Igen, mert hogy milyen lemondással jár, keveset van otthon, sosincs szabadság, ünnepek, de hát azért már azért is azt akartam, hogy... Nem is volt semmilyen kitérő, tehát mindjárt ezzel kezdett foglalkozni? Nem. Mindennel szeretek foglalkozni, meg kiélni a kreativitásom, most vannak ilyen mellékvágányok, de az is csak azért van, hogy hanem betöltött agyi funkcióimat kiéljen, például ingatlan fejlesztés, vagy nem tudom, hogy tetszik a belső építészet, és akkor ezen így lakásokat mondjuk segítek felújítani. De ez csak ilyen ráérő, amikor kijövök köztesbe a konyhából. Igen. De ilyenből van egy csomó. De most kiélem magam igazából, mint ahogy már előtte beszéltük, hogy miért nincs még egy éttermünk, hogy miért nincs sok éttermünk. Hát mi úgy gondoljuk, hogy ezt a családi vendéglátást ebből nem lehet többet ebben a formában csinálni, ha csak ki nem emelnénk egy pár ilyen emblematikus ételünket, és akkor ezt lehetne másolni. Vannak erre jó nyugati példák,
Tehát de mi erre nem vágyunk? 5-6 olyan Rosenstein specialitást franchise-ba elterjeszteni. Hát hogy talán mi tudnánk, igen. Ja, hogy abból lehetne kiszállítani különböző ételeket? Nem, hanem ebből boltokat nyitni. Szóval nekünk nagyon nagy a szortimentünk azért. És, hát meg a családja is nagy, tehát a lányokat előbb-utóbb harcba lehet küldeni. Hát bízom benne, azért is a 4 gyerek, remélem valamelyik eltart majd. Bízunk benne. De nem ez mozgat. Azért picik, mert persze, még 11 éves. Persze, még nem ez mozgat. Amiben láttuk a plusz dolgot, az a saját termékek fejlesztése, amik nagyon, nagyon jól állnak. Elkezdtük először a könyvvel, ami eszméletlen népszerű. Szakácskönyvekkel. Igen, szakácskönyvvel, aztán jött a pálinkánk. Az is mit tesz Isten, azt is szerették. Azt is szeretik, és olyannyira, hogy az nem csak reklámhordozó, hanem azt most már kereskedelmi forgalom? Igen, az jót kreál. És van egy csomó mindenünk. És az kiértett, maga vagy a papa a pálinkához? Hát azért az egy másik igazából az igen. Én értettem, mindig az jó. Igen. De már nem, de régebben igen. Én meg eladni. Ahhoz barátom szerintem, hogy bajom van, ígyak egy feleséggel. Jó, hát ez ilyen is van. Szóval, hát ebben látjuk a jelent meg a jövőt, hogy amellett, hogy a bolt szenzációs, meg... A bolt szenzációs, mert hogy Budapest jó, egyik legvérfagyasztóbb utcájában van egy nagyon klassz bolt, de ebbe állt a most már nem olyan különlegessége annak idején. Igen. De most már 20 éve van, vagy 25? 23 lesz ide. 23. Igen, hát azért negyed század. Pusztán csak a kaland kedvéért így a belvárosban nem akarnak csinálni valamit? Nem. Szerintem. Apu, te még szeretném Én úgy gondolom, és úgy indultunk, hogy ez is nem volt annyi pénzem, hogy a belvárosban is sem. Annak idején ilyen nagy őrzővédő dolgok voltak, ugye ez a rendszeres időszakában, ugye nem volt védelmi ajánlott. Védelmi pénzt kellett fizetni? Ja, igen, nem volt ajánlott. Én ezt kikerültem, és volt egy lehetőség, hogy megnyissuk, és azt megfogant bennem, hogy ez megint egy önigazolás, hogy ha jól csinálom, akkor el fognak jönni ide. És ez úgy látszik, be is jött. De hát azt nem kezdtük el, vagy annyira részletesen nem szánkáztunk át az életrajzán, hogy a nagyszállóba kezdte maga. Igen, a Margit szigeti nagyszállóba. Igen. Tehát, hogy volt Kőbányán egy étterembe egy főnöke, aki azt mondta, hogy maga túl jó ide. És igen, akkor elküldte van a nagyszállóba tanulni. Kőbányán, úgyhogy azért az elég Kőbányán tanulóskodtam. Az egyik üzletvető helyettes a harmadik étteremben, aztán később elkerültem onnét, az a Boros Péter miniszterelnök úr volt még ott üzletvető helyettes. Ehhez valamennyire gratulálunk. Csak úgy mondom. Akkor még az volt, aztán később lett igazgató meg ez az. És mondta magának, hogy Rozikám maga egész tehetséges, nem mondta? Is. De nem ő, hanem neki volt, mert üzletvető helyettes volt, ott volt egy főnök, ő ajánlott be, és nagyon jól. Hála jó Istennek, hogy elkerültem a nagyszállóba. Most udvariasan nem fogom megkérdezni, hogy hány politikust etetett már maga. Nem, és még így fogok. De igazából nem. Hát ez a vendég, nálunk nincs rangsorolás. Nincs. A vendég, nagybetűvel a vendég. Így van, és ez fontos. És a politikusok egyébként úgy ott a kis külön termek felé hajtanak, vagy is, kiülnek is. Van, aki nem akar. Van, aki nem akar beülni, van, aki mutatkozni akar. Mindig a kellő pillanatban, meg kellő helyzetben adódnak a dolgok, de nem pont. Nekünk megtisztel mindenki. Tehát én a vendéglátás az a vendégkiszolgálás, szóval politika még egy egész más téma. Jó, ha nem hagyom kimennek ülni, úgy nem mondom, nyugodtan, nem, ez az én magán. Beszélj inkább Szilveszter Stallone-ról, vagy nem tudom kicsodáról, aki szintén volt vendég. Volt, sokan voltak híresek. Robert De Niro volt többek között, vagy Helen Miller, vagy Sazaiba, Szabó István és a többiek, akik rendszeres vendégeink. Szóval visszatérve erre, hogy miért is a Mosonyi utca lett ez, a Mosonyi utca azért lett, mert erre volt lehetőség, a másik meg úgy gondoltam, hogyha jól csinálom, akkor úgyis megtalálnak a vendég. És a világon minden a nagyvárosokban, New Yorkban, gyárvárosban voltunk kint, ugye nagyon jókat enni, és tényleg ez beigazolódott, megkeresnek a vendégek. Akármennyire arról volt, hogy ugye egyik legsötétebb utcája volt a kerületnek, vagy a városnak, és azért mégis most már nem olyan. És szívesen jönnek.
Nekünk a, én azt szeretem, a győzelmeink közé tartozik, amikor egy üzletember elhozza a partnerét hozzánk, és életében nem hallott rólunk, és behozza le 8 kedben a Mosony utcába, és belép az ajtón, itt kórusba köszön neki mindenki, és csak megy előre, és lehet, hogy meg van sértő, vagy pont miért ide hozták, ide a 8-ba, és akkor nagyon kezdünk vigyázni rá, kétszer annyira odafigyelünk, tehát meg akarjuk nyerni, a srácok is rá vannak állva, a kollégáim, és akkor elmegy, és visszaköszön, az megy kis győzelem, ha ránk mosolyog, az megy fél győzelem, és elkéri a névjegykártyánkat, akkor tudja, hogy sikerült mindent úgy csinálni, hogy mink akarjuk. Úgyhogy Robi, ez a mi üzletpolitikáink. Robi tudja azt a kezdeti történetet, hogy titkos volt a telefonszámuk? Akkor mondja, drágám, de bele, de nem baj. Apu olyan jól tud beszélni, én is örömmel hallgatom. Mindig van valami. Na, otthon keveset beszélünk, a munka közben nincs idő. Igen, én legalább kidumáljuk magunkat. Én nagyon sokszor hallottam a sztorikat, és mindig van valami új. Hihetetlenül tudja ezt leadni. Nem, semmi. Nem, tényleg. Nem a Robi a szó szerintem. Nem, meséld el a telefonkönyves. A telefonkönyves. Hogy nem, hogy titkos nem, volt. Titkos volt a számok állítólag. Ez tudatos volt. Ez azért volt tudatos, mert... Egy marketing géniusz. Nem, úgy gondoltam, hogy nem akartam, hogy az üzlet egy kocsma legyen, és nem akartam azt sem, hogy azt akartam, hogy olyan venni, inkább azt hiszem, olyan, azok a vendégek jönnek, akik érdekli a Rosenstein konyhája, a mi szolgáltatásunk. És a szájmarketing a legjobb ehhez, én úgy gondolom mai napig, és nem tettük be a telefonkönyvben, majdnem 2 évig nem volt benne, és akik jöttek hozzá, még a régi kispipás múltamból nagyon sok vendég jött oda, és azok hozták a barátokat is, és ez elterjedt, hogy mik vagyunk, és itt dolgozunk, és akkor úgy váltottam, hogy, és nagyon szépen kezdett menni az üzlet, és egyszer egy délben 11:30 körülbelül jött egy úriember, egy idős úriember a üzletbe, és akkor mondta a kollégáknak, én akkor nem voltam ott, hogy ő nem akar leülni, csak szeretném megkérdezni, hogy mi a telefonszámunk, és akkor megadták a srácokat, hogy csak azért érdeklődik, mert ő a tudakozóban dolgozik, és annyian keresik a Rosenstein, hogy ő privát szeretne, ugyanolyan lelkes volt, mint én a szakmájában, úgy látszik, hogy ő szeretné megmondani az emberek, és akkor úgy éreztem, hogy egy rossz ízű vagányság ez, hogy nem vagyunk benne, és utána benne lettük a telefonkönyvbe, ez hol előny, hol hátrány. Hát azért én azt gondolom, hogy ez egy kitüntetéssel felér egy ilyen, hogy ellejt oda a tudakozónak a munkatársa, hogy... Nem direkt jött, ott állt a villamos megállóba 24-es, és látta, hogy itt a Rosenstein, nem tudta, hol vagyunk. Ez a Rosenstein, ezt keresik mindig, és így bejött. Hát ez így jó. Jó, összejöttek a dolgok, ez kell az életbe, hogy összejön. Szeretem az őszinteséget, de egyébként mostantól kezdve ez a történet így szól, hogy annyira megunta, hogy örökké keresik a Rosensteint, hogy elvillamosodott a Mosony utcával, és kikérdezte. Nem hiszem, nem tudtatta. Hát akkor még nem voltak így internet, meg mit tudom én, mi jöttünk, Váber, vagy mi a fenén? Ja. Nem értek hozzá, nekem olcska telefonom van, én kis olcska Nokia. Úgyhogy nem ilyen új, de akkor még nem voltak ezek, azt hiszem. Nincs magának okos telefonja? Nincs, de a legnagyobb iPad-es. Szóval mindig a legújabb van. Na, azért ezt tegyük hozzá. Az unokáimmal. Aha. Ja. Letölti a játékokat. Persze. Az unokájának. Szóval ez mai napig él bennünk, hogy ez a marketing fogás, hogy... Szája elé, mert nem hallják az internetezők. Igen. Különben is állati gyengén lehet hallani. Aha, általában. Jó. A Facebookon, és megőrülnek azok, akik Facebookon kísérnek bennünket, hogy halk. És hogyha én belenézek utólag, és látom ott ezt a temérdek, halk, miért nem csinálnak már valamit, akkor olyankor mindig arra gondolok, hogy annyira szeretném, hogyha lehetne hallani. Szóval beszéljen bele. Szóval mindig arra törekedtünk, hogy pénzért nem hirdetünk. Ha valaki szeretne rólunk írni, akkor azt megköszönjük. Csak Flódnit hoznak. Csak Flódnit. Hát jó, a csere dolog, szóval nálunk azért mégiscsak jó. Barterba hajlandóan gondolkozni, igen. Igen. És ezt mai napig tartjuk. Erre
figyelünk. De nem kellett hirdetni, hiszen nem lehet asztalt kapni általában. Tehát, igen, hogy szépen be kell jelentkezni illedelmes 3-4 héttel korábban. Szerencsére, mert sok a gyerek is el kell tartanunk, szóval azért... Ja, az így, ja. Szóval azért, azt ja. szoktuk, igazából azt tartjuk, csak annyi a marketing, egy nagyon egyszerű alap dolog, hogy mindig egy picit halljanak rólunk, meg hogy igazából családi vendéglő vagyunk, és annak is látszódjunk, ez nagyon fontos. Mm. És annyira imádom, van egy családi asztal, aki volt már a Rosensteinnél, az tudja, hogy abba lép bele gyakorlatilag az, aki bemegy, és akkor igen. ott van a ház asszonya az asztalnál, és... Mami most is ott ül. És rajta tartja a szemét igen. a dolgokat. Így van. Erőteljesen. És hogy mindig kimegy valamelyikőjük, és megkérdezi, hogy mi újság van a vendégnek. Megkérdezi, hogy ízlet, vagy nem ízlet, Ehető és volt-e. Miről mit gond. Ez fantasztikus. Hát ez adja a családi vendéglátás, hogy törődés a vendégenek. A falakból sugározni kell a szíves látást, és ez nagyon fontos. De visszatérve a marketing, a Robi pokoli a marketinges, tehát ő nagyon jó, ő, tudom, hogy időre tudja, hogy mikor fogja föltenni a Instagramra, vagy a Facebookra, mit fog oda tenni. Tehát nem lehet minket elfelejteni, és ez kell is, tehát, valahogy... Ha elfelejtik az embert, az nem jó dolog, de visszatérve hogy a reklám, hogy még nem adunk pénzt. Én volt a kezdeti időszakban próbáltam újságba hirdetni, volt a Rákóczi úton egy cég, amelyik francia meg oroszul adott ki lapokat, és akkor úgy döntöttem, akkor Robi még nem szerepelt ugye az üzletben, még csak bejárt ebédelgetni legfeljebb, vagy csütött a palacsintát, vagy valami igen az elején, és próbáltam azon keresztül lemérni, hogy hány vendég fog jönni orosz nyelvű, meg francia nyelvű hozzánk. Két hónapig hirdettem, és nem jött be. Csak egy-kettő véletlen adok, máskor is bejöttek. Úgyhogy én ezt nem csináltam. Viszont ma már sokan megkerestek újságot, tehát külföldi újságok is megkeresnek. Most a legutóbbi élményt mondom, hogy egy olasz újságíró hölgy keresett meg minket. Ez múlt héten volt. Ő egy kulturális cikket akart Budapestről, és nem kimondott zsidó témában, mert ilyenek párszor megkeresnek, és ő a Kempinszkiben volt, és levesekről írt, hogy a magyaroknál miért a leves az előétel, meg a bevezető, ugye, ami rányomja a bélyegét az egész étkezésre, és ez tényleg így van, mi nagyon sok leves teszünk magyarok, és ott nem volt annyi, a Kempinszkiben nem volt olyan sok magyar leves, és akkor mondták, menjen a Rosensteinhez, és akkor eljött hozzánk, míg főztük, nem tudom, 5-6 fajta leves nekik. És nagyon kedves volt a hölgy, egy fotóssal volt, és nagyon tetszett neki, de utána kezdett kíváncsi lenni minden egyéb másra, és előjött belőle, kikapcsolta a telefont, és beszéljünk a politikai, mondta, a politikai nem szélesen beszélek, és a migráns sokról, meg hogy milyen itt a antiszemitizmus, ha már belemerülhetek ebbe a tómába, csak egy kicsit akarok. Tőlem. És akkor én mondtam, hogy hát a migráns, én is az vagyok, mondtam neki, valószínű, tehát, mert mégis úgy jöttünk ebbe az országba, és itt a Mária Terézia, gondolom, aki adott polgárjogokat a zsidóságnak, tehát valahogy a kiegyezés után rendeződtek a dolgok, tehát igen, és nagyon sokan vannak ebbe az országban, akik szomszéd vagy svábok, szlovász, és ez tudomás, és azért merült fel benne ez az egész téma, mert ő most Rómában volt egy pékségben, egy kóser pékségből, egy idős hölgy évtizedek óta süti a pékáruját, és levette a nevét az üzletről, egy egész más nevet tett ki, mert annyira erősödik a antiszemitizmus, hogy kellemetlen inzultusok érték. És mondtam, hál' Isten, nálunk ez pillanatnyilag nem jelentkezik, remélem, hogy nem is fog, ez érdekel. Tehát csak úgy mellesleg mondom el, és akkor kíváncsi volt az én életutamról, és akkor elmondtam neki, és azt mondta a végén, hogy hát már ezért megérte Budapestre jön, hogy velem tud beszélgetni. Egy kicsit megkönnyeztettem, mert ugye vannak hatáspontok az ember életében, aki ennyit dumál, mint én, annak beugranak ilyenek, és el a születésemet, nem is a szüle, anyám, és ezt hagyd mondjam el, mert... Jó, ezt én sem tudom, mondja el. Csak elmondom, mert igazából az egész családot elvitt a holokausz, maradt a két nagymama, ugye a nagymamák mindig ügyesek, azok túl tudnak élni sok mindent,
és a anyámmal mi el voltunk bújtatva, és az unoka öcsével Kőbányán, a Újhegyi úton, a Finánc laktanyában. Ilyen 20 hónapos voltam, a Zsuzsa az másfélve idősebb, mint én. És már akkor, most tegnap megkérdeztem a nővéremet, mert jobban utánézett, hogy mikor is történt ez a tragédia, és mondta, hogy 1945. január 5-én. Tehát nagyon friss ez a téma. Anyám 36 éves volt, amikor a tragédia történt, és éhes voltam, és anyám odavitt a pinceablakhoz a unokaöccse meg a nővéremet, hogy adjon enni, mert nem lehetett világítani. A oroszok már Vecsés felől nyomták be ezeket a nagy katyusákkal, osztották Pestet, és fölrobbant egy gránát a ablakba, és beszakította az ablakrácsot, és anyám meg a unokaöccse meghalt, és mi ketten a nővéremmel életben maradtunk, és a nagyi nem vett föl minket. És elmondtam neki, és elkezdett sírni. Hát én nagyon sajnáltam, de nem ezért mondtam el neki, csak hogy ismeri az életutunkat. Én azóta, hogy életben maradtunk, mind a kettőnek a lábán ugyanott van egy heg, mint ha megjelöltek volna minket, és mindig föl szoktam vágni, hogy kiválasztott vagyok, mert ezt túléltem. És ugye itt vagyunk, és egy nagy családdal, és boldogan, és minden rendben van. De az élet ilyeneket tud adni, és ilyeneket produkál. És mindig azt mondom, na én kiválasztott vagyok, így nagy büszkén megdicsérem magamat. Tehát ez volt a kezdet. De köszönjük szépen, hogy ezt elmondtam. Mert de ezt csak azért mondom, hogy ezt sokan nem tudják rólam. Én azt hittem, hogy simán, hát rettenetes módon, de a holokauszban pusztultak el a felmenők, és csak a nagymamák maradtak életben, én ezt hát ez lett a... Tehát igazából... Ehhez képest egy drámai... Hát egy elég drámai, én ugye nem így értem meg, mert ugye hát olyan kicsi voltam, hogy még ezt nem tudtam felfogni, és olyan szeretetben nőttünk föl, és ez tovább visz engem, hogy a két mama olyan szeretetben nevet, hogy nekem ez örökké példakép maradt. Tehát akkor a Robi megszületett, a mamival összekerültünk, akkor épp nem a legjobb anyagi körülmények közt volt, és mondom, figyelj Judit, a Robinak csak szeretettet adunk, az valószínűleg kamatozik. És nekem ez a véleményem mai napig. Robi, a legfontosabb, talán ez a legfontosabb az életben. Ennyi rólunk. Ezt csak azért mondtam el, mint érdekes, mert annyira most, ugye de a holokauszt, meg a Auschwitz-en minden dolgok vannak fenn, hogy így felmerült bennem ez a téma. De tényleg. De jól éltem végig az életemet, én boldog ember vagyok. Jól érte végig, maga is jól érte végig, igaz? Tehát vidám gyerekkorral. Nagyon, nagyon, nagyon. És egy papával, akit sose látott, mert mindig benn volt valamelyik üzletben? Igen, igen, igen. Akkor talán feltűnt, hogyha valami rosszat csináltam a suliból és egy nyakassal, akkor arra emlékszem, de nem volt erre sok példa. És különben. Mit főzött életében először, Robikám? Hú, hát igazából apu sokat dolgozott, és anyu elég ilyen általános iskolás koromban eléggé beteges volt. Sokat volt kórházban, ezért sokat voltam... Egyedül a konyhában? Nem is, csak otthon is voltam egyedül, meg barátoknál laktam, apu barátainál, vagy családi barátoknál. És volt, amikor suli után hazamentem, és pont valamelyik nap eszembe jutott, hogy kitaláltunk valami rántottát, valami piff-puff rántottát, valami krumplis rántottát, vagy most utána is nézek, hogy létezik-e ilyen. Szóval ez volt a legelső krumplis saját. Krumplis rántott. Igen, nem tudom, mi volt. Van ilyen egyébként a szakmában. Lehet, hogy csak akkor nem tudta, Robi megérezte. Igen. Már akkor próbálkoztam. Igen. Szóval ez megmaradt, de mindig... vonzott a vendéglátás, szóval... Tényleg vonzotta, vagy csak nagyon. Érezte, hogy ezt kell, hogy ezzel lehet otthon sikereket elérni? Nem, én nagyon, nagyon, nagyon élvezem, nagyon szeretem. Hétköznap egyébként a Jutka főz? Hát hétköznap vagy nem vagyunk senki, otthon. Mindenkiben... Nálunk a hét, amikor valaki otthon vagyunk, az a vasárnap. Mindig a Rosensteinnél esznek, azért az nem lehet rossz. Igen, az nem lehet. Otthon csak... Még már nem bírjuk a kaját benne a boltban, úgyhogy... Nem? Igen, szeretjük a Párizsi. Egész nap, igen, egész életünkben Rosensteint teszünk, az eléggé humán halál, de otthon igazából én anyu ízeit imádom, meg a feleségem ízeit szédületesen jó főz. Mert ő egész más stílusban? Teljesen más. De azért aputól is tanult, anyutól is, ő hozta otthonról is, meg hát állandóan tanul. Szóval... És
mindig újdonság. A feleséget azt nem az üzletbe ismerte meg? De, igen, abszolút. Még választani is onnan választott ezek szerint. Hát igen, hát milyen ilyen apa dolgozok, szóval igazából nem. Az egy éjszakai nem egy megfelelő tudtam. Korú, nem, igazából, megfelelő méretű lányt fölvett csak azért, hogy a Robinak nem, legyen, legyen kiből választani? De nálunk a Hölgytaukka szenzáció szerencsék van. A Robinak is, a Timivel is, nekem is, a Judittal. A béketűrésük, az hihetetlen nagy, velük szembe, megértők. Pszichésen másik... strapabírók, vagy fizikailag? Hát igazából apu miatt kell. Kösz. De és igazából minden a család nekik is. És a Timi a szenzációs tehetség a szakmának. Nem, hogy most mi ugye korán eljövünk, éjszaka megyünk haza, akár 2 óra, 3 óra, akkor tehát nem mindenki bírja, hát csak olyan, mint szája a, igen, mint a régen láttam mindig ebben a rendőrfilmekben, mindig ezt mondták, hogy ezért volt válás, mert mindig dolgoztak. Igen, de tulajdonképpen ez nálunk is igaz. És azért ő is vendéglátó. Bocsánat, hogy jártak egymással, amikor megismerte azt a kár, hogy nincs szép itt, azért szőke lányt. Igen, de az elején szerintem 3 évig rá sem néztem. 3 évig nem tűnt fel, és akkor valahogy elindult a kémia kettőnk között. És a Tibornak föltűnt, hogy tehetségesen főz, vagy? Nem, ez ott utána... Nem főzött. Ott nem főzött. Most igen. Már igen. Nem főzött? Ő felszolgált? Cukrász volt. Hát vendéglátó szakközépiskolát végzett, és ugye neki a sütemény fel őrült érdeklődése. Hát most olyan ez a Pitéivel, ami remélem egy könyv is lesz ebből is, Almás Pite, meg egyebek. Annyira sikertére, hogy a Google-nál rendelt most ajándékként adta partnereinek 27 darab almás pitét. Igen, és nagyon nagy otthon, itt a 4 gyerek mellett. Ott süti. Nagy. Ilyen képes egy óra cég, internetes cégek, világcégek rendelnek tőle ilyen egyedi pitéket. És szédületesen lesz egy workshopja éppen. Workshopja, és otthon tartja a workshopot? Vagy nem, valamilyen főzősuliban, nem is tudom, hol lesz. De a saját termékek is bővülnek, és ebben a Tim is benne van. Hát most már van saját tésztánk, van olívaolajunk. Nem mi csináljuk ezeket, de megtalálta a Robi saját kávé. Tehát a Robi megtalálta azokat, ja, hogy a Robi kitalálja ezeket, cégeket, és akkor a mi ízlésünknek megfelelően kezdik gyártani ezeket és a dolgokat. És így szabad, akkor maguk a márkájukkal felruházzák ezeket a termékeket. Ez így is van. Igazából ez egy jó dolog, mert ez egy jó visszacsatolás, és hazaviszi, van ott egy Rosenstein termék, ott a logónk, hát ha ez kreálja azt, hogy eljön utána hozzánk kajázni, másrészt pénzt is hoz azért. Az sem az utolsó. De nem egy utolsó dolog. Igen. A lekkora család, 8-an vagyunk ott. Igen. Egymásra utalva. Ezek szerint üzletileg a Robi jól gondolkodik. Jól, nagyon tehát, jól. Van, amiben túllépi magát. A konyhában majdnem nem mindenben lépi. Már. Konyhában nem, nem lépi túl még. De hogy nem, hát ő hajta arra, és én hagyom is. Nem igazából másképp. Ő másképp fogja. Igen. Hát ez különben azért... egy másképp előnyű... főz, vagy jobban főz apu? Nem, apu nagyon jó főz. Apu főz a legjobban. Szóval azért szédületes ízei vannak. Ellenben nagyon jól kiegészítjük egymást. Szóval nálunk ebben van az erő, hogy szinte két pólusú a dolog. Egy ilyen hagyományokra alapuló, de van benne egy evolúció, mindig van benne egy izgalom. Hát én igazából... Szóval mindenki megtalálja benne. Robi az evolúció. Hát igen. Mit fog szólni majd, amikor a lányok lesznek az evolúció? Remélem, majd nézem a telefonomról. Megírja ezt, valami jó helyről, valami meleg, hogy mit főznek ja, itt. Ja, értem, hogy... De jó, sose lesz egy másik földrészről nézi a telefonján, hogy a lányok mit csinálnak a Mosonyi utcai kornyában. Azért ez még egy kicsit arra van szerintem. És a fiút magával viszi, mert az az érték. Hát egyértelmű. Mert aztán végül negyediknek született egy fiú. Igen, Habatortán Ármin. Imádjuk. Aki az egész családot leveszi a lábáról, úgyhogy itt mese nincs. Nem szerencsénk van otthon is, mert... Hogy már negyedikre összejött a fiú. Hogy igen, mert aztán lett volna még egy 5-6, nem. Mindig de azt most, mondta, hogy megállunk. De. Most lehet kapni kedvezményt a nagy autóra, ugye? De igen. De mivel nem tudtunk semmit fölvenni. Egyelőre nem. Bent tartjuk ezt. A Robi már ezt tudta előre, gondolom, azért igen, van ez így. Volt fülesünk a boltban. De egyébként ezt a céget azért én komolyan gondolom, hogy biztos valaki tovább fogja vinni, ezt akarják. Hát nem? Reméljük.
Én nem gondolkozok ezen, hogy hát, most valamelyik gyerek, még az nagyon kora is lenne. Lehet, hogy amikor 11 éves volt, akkor még a papa se gondolkozott ezen, a Tibor se, ugye? Nem. De amikor ő 11 éves volt, akkor maga még a kispipában nyomta. Szerintem. Így van. Mert hogy nem erőse. Tudom, van-e itt olyan öreg, mint én, látszólag akár lehetne is, de hogy a Kispipa című vendéglőben voltak-e annak idején, mert hogy én ott ismerkedtem meg, hát egyrészt a Rosenstein névvel, másrészt a regős halász névvel, mint fogalommal. De igen, ez. És mert a 168 óra az minden szombaton ott ebédelt, a 168 óra című rádióműsor, és amikor az ember már beérettnek tűnt szakmailag, akkor a főszerkesztő azt mondta, hogy hát akkor gyere ebédelni, vagy jöjjön nyuszikám ebédelni, ez szó szerint így hangzott Mester Ákos szájából, és akkor a nagyokkal az Ipperrel, meg ki volt még, aki, szóval, hogy elmentünk így, csatlakozhattunk fiatalként. A fiatal az akkor én voltam, a Ney György nevű kollégám, és ezt csak azért mesélem ilyen hosszú felvezetéssel, hogy amikor iszonyú megkönnyebbülten a televízióból visszamentem, akkor talán az utolsó Rosensteini napok voltak, most már így fejbe rakom össze a Kispipában, mert ez 90 januárja környékén volt, amikor én visszacsatlakoztam a rádióba a televízióból, és akkor elmentem végre velük ebédelni újra a Kispipába, és megjött a halászlé, amit kértem, végre a regős halászlém, és úgy igazítottam meg magam alatt a széket, hogy felálltam, és azzal a mozdulattal kifejeltem az éppen mögöttem érkező tálat, a halászlét bele a Ney Gyuri ölébe, és még másik három embert végig terítettem meg saját magamat. Tehát sikerült egy kis cirkuszt rendeznem az Auber úr vendéglőjébe, és a regős halászléből a darabkák azok ott potyogtak mindenkinek az ölébe. Igen, hát még mai napig van regős a Rosenstein. És azóta is mindig eszem, csak most már nem ugrálok, miközben kijön a halászlé. Hát az ember idősödik, ez azért. Bocsánat, igen, a hölgyek van. Nem. Az ember jó, idősödik, nem. Mindez 30 éve volt igen. Ez a történet. Jó, azért. Már akkor is egyedül tudtam enni a regős halászlét. Késsel, villával a további. Én csak visszanyúlnák egy pillanatra, Robi, történet. Én azt mondom, hogy az üzletünk most ott tart, hogy nálunk a nagypapa és az unokája is talál választékot, tehát jól érezheti magát. Tehát még nem fájdalmunk vagyunk, de egy kicsit hasonlítunk, és a klasszikus is ott van. Tehát a nagypapa kanállal leheti a pörköt, tehát a unokája meg ott bigyózhat a Robinak a újszerű megoldásain, amik szenzációsak. De most a lazac, például mostani lazac előétel az, ami szenzációs újdonság. És a malacfüle előétel? Az is nagyon jó, minden jó. Mert malacfüle saláta is van, az például én nagyon bírom. Esetenként igen. És ha tetszik jönni, majd csinálunk meg. Ja, de hogy ez utoljára... Malacfüle. Már túléltük a malacfüle, de van. Már sok minden van. Mert sok nem elég egészséges van. Mindig váltunk, de nagyon jó, én imádom. Jó, hát ez bár nagyon... nem kóser, de azért szeretem. Nem annyira kóser, nem kicsit kóser. Azt akartam volna feltétlenül megkérdezni a fine diningról, hogy egyszer maga azt mondta, hogy a szocializmus kiheverhető már, mint ami az étkezési kultúrát illeti, és hogy attól már elszakadtunk mostanra nagyjából. De van igazi gasztronómiai forradalom? Tehát, hogy volt, vagy... Hát, és mit kellett kiheverni a szocializmusba? Talán a hiánygazdálkodás nyomta rá a bélyegét az elején. És szigorú előírások, mint ami sok mindenre, ugye törvények meg előírások voltak. Én tudom, hogy én számtalan fegyelmit kaptam, mert nem azt tettem bele a kajában, mint ami elő volt írva. Jaj, tényleg volt valami könyv, valami bibliájuk. A Venice könyv is, ami egyébként nagyon jó könyv, csak hát olyan feszesen nem lehetett ezt használni. Tehát minden szavát. Tehát ha valaki nem tudja belevinni az egyéniségét, de ez nagyon sok szakmára ja, és hogy ezt igaz. Kellett minden ha nem tudja belevinni valamibe, akkor az nem. Igen, és akkor ebből voltak nézete, annak, hogy aki igazán szakember volt a szakmában, az elismerte, hogy ezt így kell csinálni. Aki meg csak ott dolgozott valamilyen pozícióba, az valószínűleg be akarta tartatni szigorúan. És volt hiánygazdálkodás. Hát nem minden volt bőven, ma minden bejön. Hát a borspótló volt bors helyett, meg mit tudom, ilyen. Borspótló? Igen, az valami, nem tudom, ami aszfalt poradék volt, ami
egy kicsit csípős volt, valami illata is volt, de semmi köze nem volt a borshoz. De sok minden olyan volt, hogy valamilyen pótolni kellett. Nem jött be ugye gyarmatáruk, mint ugye háború előtt a gyarmatáruk, a fahé, meg a anyám, nem tudom, szerecsendió, tehát nem minden volt kapható. Ami itthon nem termettek, nem minden jutott el, de ezt kihevertük, és a gasztroforradalom szerintem, ugye a Robinak is megvan erről a maga véleménye, szerintem megjelent, nem, csak nem olyan mélységében, mint Nyugat-Európában, valahol a németeknél, vagy bárhol máshol, de vannak nagyon tehetséges szakácsik, nagyon jó séfjeink, és most már van minden, amit az ember használnak az egész világról, és ez jelentkezik is jó pár üzletnél. Tehát én nagyon tisztem azokat a fiatal szakácsok, akik belemerültek, meg szakembereket. Nem bántja magukat, hogy nincs Michelin csillagjuk? Nem szeretnék Michelin csillagot. Miért nem szeretnék? Öngyilkos szakácsok vannak, akik azért elvették a csillagjait, és akkor végül csinált magával. Nem, mert azt nagyon meg lehet szerezni, csak megtartani sokkal nehezebb. Elég egyéb más feszültség az embernek, nem még, hogy arra vigyázzon. Nekem a vendég, tehát nem egy, az a lényeg, amíg visszajároznánk, amíg látom, hogy elégedett, az nekem van egy Michelin csillag, úgyhogy Gundeldi maradunk a Dávid csillagnál, jó? Jó, kösz, jó van, akkor csak így mondom. A Robinak megvan a magámja, erről lehet a forradalomról. Robi mit gondol ugyanerről, nem kéne egy Michelin csillag? A forradalomról, hát mit fiatal? Tehát a mi konyhánk az teljesen más, nem illik bele ebbe a képbe. Gasztroforradalom. Szerintem igen. Beszél a mikrofon. Igen, mikrofon. Hát a hallgass, hogy szakember. Igen. Szerintem a gasztroforradalomon már rég túl vagyunk, és tényleg szédületes. Mindent lehet kapni, élnek vele, új textúrák, új konyhatechnológiák vannak, szóval akár a mi életünkben is egy csomó minden megváltozott. Például olyat hozott a gasztrofoda, mi sütjük a kenyeret, elkészítjük a saját fagyinkat, az abszolút beleívódott a hétköznapokban, ami előtte például nem volt, megvettük a Mirelitet, vagy boltba mentünk a kenyeret, szóval igazából itt érezhető a gasztroforradalom. Változás. A változás, igen. Jól emlékszem, hogy egyébként a Rósheimni az csak szigorúan élő krumpliból készül, és nem sosem Mirelitből maguknak. Ez így van, és sajnos nem mindig lehet. Mert ide forradom, oda forradom, a zöldségesek nem mindig olyan minőségű burgonyát tudnak adni, amiből meg lehet csütni. És akkor van olyan időszak, a téli időszak, amikor nem tudunk Rósheimni csütni, mert megégne a burgonya, mert megfagy, megkapja a dér. Nincsen saját pincéjük? Ami nehéz. Olyan nincs. Nem, ideig nem jutottunk el. De. Talán az étterm, nem is ott van azt hiszem most a gond, hogy az éttermesek, a séfek nem nőtek volna föl a helyzethez, vagy nem nőttünk föl a helyzethez, az inkább akik kiszolgálnának minket. A gazdaság egy része. A hentesek, a zöldségesek, ők még azért sok helyen megy a simli, és nehezen tudjuk beszerezni azt, amiből mindig jót lehet adni. Hát annak idején, amikor az első Michelin csillagot megkapta a Onyx, eszem. Nem. Nem az Onyx, hanem a nem jut eszembe. Kostesz. A Kostesz, akkor a tulajdonosa, a Gerendai Károly ezt hosszasan elmesélte nekem, hogy nincs olyan hús gyakorlatilag, amit Magyarországról vennének. Párizsból, Párizsi piacra hozták. Tehát azokat hozatták Németországból, meg nem tudom. Igen, meg a Párizsi piac az volt. Tehát minden repült ide. Igen. Hát az egy kicsit, nem tudom, az macerás. Most már nyilván nem így csinálják, mert biztos kiépítettek egy hátországot pár tíz évvel. Valamennyi van. Nem sok. Azok föl, amik a Szomor Dezsővel, a Szürke Marhával, meg a Baronfikkal mai napig még jó kapcsolatban láttunk vagyunk. Egy filmet, már nem tudom, igen, hogy melyik tévécsatornán, de szerintem önök is látták, amikor elmegy Rosenstein úr bevásárol a Nagycsarnokban, című jó drámai eposz. Hát annyira helyes, és annyira úgy látszik, mint hogyha örömmel adnának magának mindenféle kajákat, és mármint így ilyen élelmiszer vásárlásban volt alapanyagot, de azt is látom, hogy ilyen tiszteletteljesen rémülettel nézik, hogy maga ott megy és vásárolni próbál. Nem, de
én megkövetem a minőséget. Hát csak azt tudom eladni a vendégnek, abból lehet jót csinálni. Bár a régen, abban az időszakban csináltunk mindenből jót. Tehát én már nagyon rutinos vagyok ebben, ebben nem mindig volt olyan alapanyag. Miből lehet jó helyettesítő? Hát akkor megtanultuk, de a jobból, tehát a jó minőségből lehet a legjobbat adni, ez biztos, és ezt érzi a vendég is. Igazából én nagyon megválogatom, hogy kit névássak, meg kit szerzem be az árut, az alapanyagot, és van azért már lehetőség. Vannak akadályok is, de meg lehet találni a megfelelő alapanyagot, és ezt érezni lehet, aki hozzánk jön étkezni, az biztos valószínűleg érzi. És ugyanolyan szigorúan tud maga is vadászni alapanyagra? Robi, nem annyira vásárol. Igen, vagy nem jár vásárolni. Szóval apu iszonyatosan van benne egy ilyen kofa. Anyád szavaival érve. Kofa gyilkos. Fiam, te kofa vagy, így van. Jó handlé zsidó. És... abszolút össze van nőve a csarnokkal, szerintem. Ha jön valami külföldi forgatócsoport, mindig aput, valahogy apuhoz kerülnek, hogy vigyel őket. És voltak németek, meg olasz, meg nem is tudom, mindig akkor ezek szerint nem egy filmben szerepel, hanem 400-ban, igen. Igen. Hát ami nehézség mondjuk a csarnokban, hogy míg volt egy nagy, azt hiszem az olasz tévécsatorna készített a Európa nagy csarnokaival, van filmet, abban is szerepelt apu, és néztük például az olasz nagy piacokat, csarnokokat. Ott tulajdonképpen a nagy különbség az, hogy akik ott árulnak, ők is termelnek. Is. Szóval ez egy nagyon nagy különbség. Hát elvileg itt Magyarországon is létezik ez, nem? Hogy az ős termelő rakodik ki. Hol? Nincs, nem? A Kofa néni megveszi valakitől, és most már odahozza. Régen a Kofa néni fölhozta. És akkor a sajátját adta el, és hát ez a biopiacok is érdekesek, de hogy ne kritizáljak senkit. De az a helyzet, hogy a nagy csarnokból, tehát a nagy vásárcsarnokból, ami régen Tolboki körút volt, most meg nem tudom mi, mindegy, Vámház körút, igen, hol élek én, ugye? És az ott, az egy szupermarket lett, megszűnt piacnak lenni, tehát Koffabban nincs is. Valamikor őrült hangulat volt, egy kimondott csarnok volt, egy ilyen kofás csarnok, meg a Lehel volt még ilyen, nagyon jó volt, meg aztán a Fehérvári úti még mindig talán az. Igen, állítólag az. Igen, az. A Fény utcai tönkre akar menni, de igazából azért meg lehet találni, meg vannak beszállítók, tehát van nekünk a Lakópali például, Szent Királyról, Gyöngytyúk, meg... Tehát akkor azok csirke. Egyenesen viszik azok. Tehát nem... vannak ilyenek, akiket még megtalálok. Itt a Szomor Dezső, meg egy jó párat megtalálunk. Ez jó, az a Szomor Dezső, aki nem a Szomori Dezső, a jó nevű szerző. Nem, őnek ilyen nagy, Apaj pusztán van egy nagy... Ökofarmia. Zöldséget visz, vagy nem, mit? Nem, mangalica, szürke marha, szárnyasok, és ő elhivatott ember. Nagyon elhivatott, és ő az ősi magyar fajtákra épít. Úgy érzi, hogy ugye túl lett minden fejlesztve, és egyszer összedőlnek ezek a G-állományok, akkor ő úgy érzi, hogy az ő állománya, amit a régi módon tart, a kendermagos, a kopasznyakú. Jaj, az ősi génállományt azt ő tovább ott, tudja ott vinni. Ő tovább viszi, igen. Nagyon baromfi, igen. Annak, hogy a kopasznyakú nem kóser, csak úgy mondom mellesek. Kopasznyakú nem kóser? Nem, mert kopasz a nyak, és nem tudom miért, az nem az. De na, mindegy. Mi hasonlít a csúszómászóra, vagy miért? Az nem az, kész. Maradjunk ebben. Nagyon bonyolultak ezek a zsidók. Hát, azért jó a vallási jelenség, mert itt nem kell megindokolni, hogy miért, itt csak ott a... Értem. A leírás, hogy ennek ez. És akkor nem lehet megkérdezni, hogy miért, ugye? Ez már Mózesre rendelte. Én mondtam, hogy Mózes volt az első kőállós a világon, ugye? A legnagyobb, mert ő aztán leírta, hogy mit lehet, meg mit nem. Úgyhogy ebből lett ez az egész, úgy látszik itt nálunk is a közegészügy. Azt hiszem, hogy ez a Mózes, mint első kőjállós, ez már nem fogja tudni még maga se felülmúlni. Csak úgy mondom. Ezt nagyon bírtuk. Azt szeretném még tudni, lassanként befejezve ezt a nagyon élvezetes szeánszot, hogy mindaz, ami történik a gasztronómiában, az egy egészséges fejlődés, egy természetes fejlődés, vagy valaminek a túlspilázása? Előbb maga mondja. Robi mondja, én nem is szólok.
melyik oldalra állsz, apa, és akkor én azt mondom. Én szerintem egészséges. Én szerintem. Akkor én már mondjam azt, hogy nem, vagy akkor... Nem, vicceltem. Jó. Szerintem nagyon egészséges. Kell. Igazából azt hiszem, hogy egy ilyen nagyvárosban minden típusú étteremnek kell lennie, legyen az fine dining, jó ázsiai, jó olasz, jó magyaros étteremnek, ez elkerülhetetlen, és szerintem mindenből van. Ez az egyik fele, a másik pedig, hogy rengeteg feltörekvő, nagyon jó szakácsséf kollega van, és ezt jó nézni, meg jóba is vagyunk velük. Szóval igen, ez egy izgalmas... Gondelebédet is felkért kollégákat csináltuk, még nem bírtuk volna fizikailag megoldani. Nagyszerű kollégákat kértünk, meg is szenzációs segítség. És még kérhetünk volna volt. Még egyszer annyit, igen. Igen. Jó kapcsolatunk van a szakmával. És volt valamilyen, nem tudom, hogy hívták azt a rendezvényt, ami mindig szokott lenni a Millenárison tavasztájéken. A Gurmé Fesztivál. Azaz, Gurmé Fesztivál. És hogy maguk már másodjára nem voltak ott, hanem csak ilyen jelképesen. Igen, valami poént kitaláltam. Most idén is kéne mennünk, de idén sem fogunk menni. Hihetetlenül föl voltak háborodva. A szervezők is csalódottak voltak, de az emberek is keresték magukat. Jelen voltam, és kifejezetten utálatosnak tartották, hogy nem voltak kint. Miért nem voltak itt? Hát egyrészt... Nem akarnak időt és energiát. Nagyon-nagyon aktív a hétköznapi életünk, ez egyik. Másrészt a kollégákat nem akarjuk terhelni, mert hogyha kimegyünk, akkor mi ott 100%-ig teljesítünk. Előtte már egy jó pár hónapig erre rákészülünk, és az a hét, amikor ez zajlik, akkor mindenki egyfolytában dolgozik. Ez egyik fele van, egy csomó családos kollega, gyerekekkel. Nem akarom tőlük ezt elvárni. Azért ez egy elég kemény meló. A másik az, hogy már egy picit engem nem inspirál, vagy minden fajta dolgot csináltam. Szóval a hosszú nem akar során... újabb trükköket kitalálni egyszerűen. Hát úgy nem arra lövöm el igazából. Mondjuk azt azért, senki sem mondja, hogy ne hasznosítsa az üzletbe. Oké. Okay. Igazából nagyon szeretek minket, és valószínűleg hiányoltak. Tehát egyik legnépszerűbbek voltunk. Kaptunk mindenféle elismeréseket is, de a vendég ott is a vendég elismerése. Tehát nálunk nagy, amikor máshol alig állt egy-két ebben a búcsújárás, a Robék szenzációsan meg volt. Tehát foglalkoztak a... Igen, tematikusan és a látogatókkal beszélgettek. Akkor, rendben, akkor csak egy közhasznú búcsút szeretnék. Legyen olyan édes, és mondja el nekem, hogy csináljak úgy, meg önök is, akik ambicionálják ezt, hogy csináljunk úgy húslevest, hogy az legyen olyan ízű, mint a magáé? Hát, kell egy fazék, hús, zöldség, ez és oda kell tenni. Milyen fazék, milyen hús, és oda milyen kell, víz? Hát ez mindenkinek a maga titka. De nem, hát mindenki a egyéniségét teszi, mint is azt tesszük bele. Semmi extra nincs benne. Jó alapanyag, amiről beszéltünk. Semmi extra nincs. Nálunk otthon a családban, igen. És a Juditot meg kell majd kérdezni, mert a húsleves csak a mama tudja. Ha én főzöm, a Robi mondja, ezt nem az anya főzte. Otthon. Nem, az volt olyan, ültünk az vasárnap. Vasárnap pedig a mama főzi a húsleves. Apu valahogy sertepert élt még, és akkor belekóstolok, kérdezem, hogy tudom. Te főztem, én mondom, apu belenyúlt, mondja bele, mondom, anya, ne hagyjad már. De így van, tehát nálunk a Judit főzi a legjobb húslevest, az üzletben a szévén, meg a srácok is. Az egész azon múlik, hogy mi kerül bele. Tehát, hogy a megfelelő minőségű hús, vannak benne csontok, zöldség arányaiban jól, és nálunk az a lényege, hogy mi este 11-kor oda tesszük a húslevest, és gyöngyözze föl másnap. 11 óráig, tehát 12 órát gyöngyözve ott föl. Tehát abból minden íz ott marad a fazékba, a lébe. Együtt és a szertartás még külön a erőleves, mert ugye azt meg külön főzik. Tehát nem húsleves, mi a különbség? Hát az egy külön szertartás. Darát marhahús van benne. Minden szeme ki föl az ízének és az erejének. A darát marhahús csak úgy beleszórja? Nem, tojásfehérje, kis paradicsompüré, zöldség, karikára vágva, fűszerek fűszertartóba, ilyen, mint a tejafőző olyanban, és akkor ebből készül egy... És a daráthús miben van? Az is valami tartóba? Nem, az bele van keverve. Igen? Nem mondja végül a receptet? Igen, igen. Pont azért vagyunk itt. Zöldségek, karikára vágva, bekerül egy fazékba,
ledarálunk bizonyos mennyiségű húst, ugye arányaiban jól befér, marhahúst, sovány marhahúst, beteszünk egy kis paradicsompürét, egy pár tojásfehérjét, és ezt elkezdik keverni. Igen? Időközben kis hidegvizet tesznek hozzá. Mikor már forr, akkor hidegvizet? Nem, ez hidegen előtte? Készül minden, és csinálnak ebből egy masszát. Aha. Utána fölöntjük vízzel, addig benne van egy fakanál, amíg föl nem forr, alágyújtanak. Amíg föl nem forr, nehogy leégjen ez a tojásos paradicsomos darált hús katymasz, ami ott van. Uh-huh. Akkor szépen följött a tetejére, akkor épp kis apró lángon, és akkor belemegy a fűszerkosár, és időközben be lehet lógatni húsokat, ami ki van kötve a fazéknak a füléhez. Miért? Mert hogy azt nem kell addig főni, mint a levesnek, időközben ki lesz véve egy szép darab tyúk, vagy egy darab más hús, az ott maradhat, ugye milyen különleges ez. És ezért a mi erőlesünket imádják, aki hozzánk jön erőlesteni, azt tudja, hogy azt kap. Most ezt nem akarom... És akkor mi van, utána leszűri? És akkor igen, és akkor etamin, az a régi pelenkanyag, amit ugye valamikor Robit pelenkáztuk, ez már nem így történik. Atya úristen, mennyi pelenkát vásároltam az unokáimnak. Én igen, 4 gyerek, 12 év pelenkázás. Én pont egy kis lakást lehetett volna vele venni. Valamelyik nap számoltam magamban, de mindegy, ez csak úgy mellékesen hozzátettem. És akkor ezt egy ruhán átszűrjük, kétszeresen, ez teljesen kristálytisztának lenni, tele jó ízekkel. És ez a lényege. Hogy aztán ebben megy angol zellertől kezdve minden, tehát megy egy sok minden, szeretsen. Mind gyömbért is teszünk a levesbe egy kicsit. A zsidókonyára jellemző a gyömbér, a húslevesbe is van. Úgyhogy ez az igazi húsleves, ez az erőleves. És amit én tanultam Margit szinten, nagyszerűen dupla erőlevest adtunk, és nem a lév volt benne dupla víz, hanem a hús. És ettől lett dupla erőleves, és ez, tehát kétszer annyi húst teszünk, mint ami a receptúra szerint kellene. És ettől olyan lesz. Mindenféle hús van belógatva? Ezt azt lehet. De mit ezt azt például? Tessék egy öntyúkot belenyomni. Pulykát nem használunk. Azt nem használunk, nem. Értem. A pulyka az, én nagyon szerettem a pulykát, amikor, és ezt elmondom, úgyis abba kell hagyni. Meg a pulyka az egy szimbólum volt, mert én annak idején segítettek minket vidékről a régi ismerősök, és azt hiszem szatymazó fölküldték a Dudásék a mamának vesző kosár, vagy akkor még ez volt, és föltették a vonatra, és eljött hozzánk a lisztbe volt téve a tojás, hogy ne törjön el, és minden évben egyszer nagy pulykát otthonról elküldtek, akkor ott, amin kölyök, és a nagyi lesütötte ezt a pulykát, és a combja ugye zsírbat bödönbe volt tárolva, az volt a tárolás, mi nem voltak ilyen hűtőszekrények, és akkor eljött a pillanat, akkor kivette azt a pulykacombot nekem, és oda nyomta a kezembe, átsütötte, és mint egy struc most ma ott lenne. Nekem az életem legnagyobb húsa ez volt. Az az egy pulykacomb, ami egy pokoli nagy volt, és isteni, és akkor ezt megehettem. Hát ez mai napig az örök élményeim közé tartozik. És akkor jöttek ezek a modern pulykák, és ezek föl vannak nyomva mindenféle injekciókkal, meg mindenféle tápanyaggal, meg mindenne. Sehol nem találtam azt az íz benne, mint abban benne volt. És én nem tartok az üzletbe például pulykát, csak karácsonykor, de azt is úgy veszünk, illetve házit. Meg háladáskor rendel egy amerikai cég, és akkor kiküldünk, mit tudom én, 15 pulykát a partnereinek megsütve. Úgyhogy ez az én pulyka, úgyhogy pulyka nem kerül bele. De gyöngytyúk kerülhet bele, még akár galamb is, mehet bele tyúk, és ha kell, akkor marhahús, de az hálóban van téve, és úgy van betéve külön, ha valamire használni akarom, nem daráltan, nem egészbe. Sokat tanultam. Csokolom. Nagyon szépen köszönöm. Ennyi a... Elugrom majd a hentesen. Mindig fel lehet hívni egy receptért. És együtt gyöngytyúkért. De a galamb az kóser egyébként, csak az... Az más akkor. Nagyanyám főzik, de csak párosával szabad levágni. Úgyhogy kettőt tessék venni, akkor lesz kóser, jó? Ha, mert csak úgy, hogy ne hagyd magára a személy, így szól a párodat, vagy a galamb, az párosan él egyébként, az olyan, mint az ember. Fantasztikus, és párosan megy a levesbe, jó, így van. Mint az ember. Jelentem,
Az én megfogalmazásomban biztos a leírás másképp szól, de ez így van. Én nagyon a mama, amikor vett, akkor két galambot vett, és azt megettük. Egyet nem lehet megfőzni, de nem kosher csokolom. Értettem. Jó, búcsúzó úr, tanácsként mindenkinek, ha ebbe bel akarsz állni. El vagyok ragadtatva, nagyon szépen köszönöm, nagyon sokat tanultam. És hát az minden évben kell egyszer-kétszer találkoznunk szerintem, hogy továbbfejlesztem egyrészt én a tudásomat, ami a kóser és nem kósert illeti, másrészt magukkal annyi minden történik, hogy ez szerintem simán jól lehet vagyunk. Beszélni. Legyenek is jól, köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm, csókolom. Köszönjük szépen.